A műgyűjtős sorozat következő vendége Kolozsvári Marianna, művészettörténész, de mondhatjuk-e azt, hogy Kolozsvári Marianna műgyűjtő is? Nem. Nem. Akkor azt mondhatjuk, hogy egy műgyűjteményt gondoz? Hát igen, egy gyűjtemény van a családunknak a tulajdonában, és hát mindannyiunké, de mondjuk nekem ez a szakmám, tehát ilyen szempontból mondjuk gondozom, de mindenben közösen döntünk. Az soha nem merült föl, hogy folytassa azt a gyűjtést, amit az édesapja elkezdett? Nem. Egy darabig gondolkoztunk azon, nem csak én, hanem ugye az édesanyámnak is volt egy elképzelése, hogy azokat a képeket, amiket még tudtuk, hogy az apám még meg szeretett volna venni, azokat megvásároljuk, de nem lett volna értelme. Tehát, hogy de miért egyrészt, nem? Hát, mert hiába tudtuk, hogy mit szeretett volna, annak már, hogy nem ő csinálja, nincs értelme az már a, minek nevezem, az már csak a tezaurálás, vagy micsoda, és tovább vihettem volna, ugye arról gyakran beszélünk, hogy egy magángyűjtő hány nemzedéket tud átfogni. Tehát, hogy ugye az édesapám elkezdte Farkas István és mondjuk Gulácsi Lajos képeivel, utána jöttek Kornis, vagy akár Anna Margit, és a többiek, és akkor jöttek a még fiatalabbak, Nádler, Deim, és akkor jött a következő generáció, ugye Kazowski. Lehetett volna még egy generáció, amit át tud fogni, és amiből válogathatott volna. Voltak elképzelései, de mondjuk az utolsó időszak az már tényleg főképp a polgármesterségről szólt, tehát akkor már nagyon kevés ideje volt a gyűjtésre, úgyhogy ez sokat kivett belőle ilyen szempontból. És valahogy úgy érezték otthon, hogy itt kell húzni egy cezúrát, eddig gyűjtött az apám, most már nem gyűjt, és én meg hogy jövök ahhoz, hogy én gyűjtsek tovább? Nem ahogy jövök hozzá, mert nekem is vannak otthon képeim. Én is kaptam képeket ajándékba, én is szerettem bele. És hát elég sok művészhez is bejárt. Persze. Hát akárhány gyűjteményt tudtam volna csinálni. Segítettem más gyűjtőknek is gyűjteményt csinálni. Tehát biztos, hogy tudtam volna folytatni, de az már nem az övé. És az apám szokta mindig azt mondani, hogy neki sose volt tehetsége, tehát például nem tudott rajzolni, pálcika embereknél leállt. És akkor ebbe neki hasonlítok Kolozsvári Ernőhöz, én is leálltam pálcika embereknél. Igen. És akkor volt a gimnáziumban egy osztálytársa, aki asztrológiával foglalkozott, és megjósolta neki, hogy alkotó lesz, de másképpen. Tehát, hogy nem a saját jogán, hogy ő csinál valamit, tehát fest, vagy valami ilyesmi. És akkor az apám kinevette, de ezt állandóan emlegette, hogy valóban ő mindig azt mondta, hogy ő egy karnagy, aki mások művén keresztül mutatja meg önmagát, és tényleg erről volt szó, hogy összeszedte azokat a műveket, amik az ő lelkületét és a benne lévő dolgokat kifejezik. Nagyon sok művész, Keserű Ilona is elcsodálkozott, hogy ott volt az egész életműve, de ez a legtöbb művésznél így volt, hogy ott volt az egész anyag, például Keserű Ilonának ezek a nagyon tiszta kompozíciói, meg ott voltak a nagyon színesek is, és hogy tudta úgy kiválasztani, hogy amikor egyben látta a nálunk lévő képeit, akkor azt mondta, hogy ja, tényleg, akkor ebben volt valami, és nem, hogy ezt is, meg ezt is, tehát nem erről volt szó, tehát valóban mások művén keresztül mutatta meg önmagát, és pont ezért nem volt értelme, mert önmagát már nem tudja megmutatni, és egyébként, ha valaki bejön a lakásunkba, akkor pont ezt látja, hogy a bútorok, a népi tárgyak,
A festmények olyan egységben vannak, hogy voltam olyan gyűjteményben, ahol levettem egy képet, mert eladták, és akkor kicsit áttettem a másikat, és észre se lehetett venni. Még szintbe is volt a kép, tehát még az sem volt, hogy jaj, 5 centivel lejjebb verjük följebb a szöget. Tehát annyira, mintha nyoma se lett volna, úgy be lehetett pótolni. Nálunk nincs így. Ezért is szoktuk mondani, hogy mi nem adunk el, mert ez olyan, mint az ember elvág egy gyöngysort, és akkor hullik szerteszét. Nem lehet azt megcsinálni, hogy kicsikét innen kiveszek egy keserélnát, oda berakok egy bálint. Tök jó, tök jó. A legtöbb gyűjteményben ez így van. Kicsit megcseréli az ember a sorrendet, és tökéletesen működik a falu úgy is. Nálunk és oda kimehet be a lakásba megnézni? Szoktak hozzánk jönni diákok is a gimnáziumból, és akkor megnézik a gyűjteményt. Ismerősök, ismeretlenek időnként bejelentkeznek. Tehát nem teljesen zárt a dolog. Nem, de mégiscsak ez a lakásunk. És önből végül is nem hiányzik a gyűjtő szenvedély? Lehet, hogy ez is végül arra indította, hogy ne kezdjen el gyűjteni? Nem, én imádok gyűjteni. Mondom, én másokban élem ki önmagam, inkább ezt mondom. Akkor ön is olyan, mint egy karmester. Igen. Igen, másokat vezénylek, hogy mit csináljanak, de nem. Imádok gyűjteni, és meg tudok, ugyanúgy, mint az apám, meg tudok őrülni egy képért, és aztán átgázolok mindenen és mindenkin. Azt de nem veszi meg. Néha ez is előfordul, de azt szokták mondani, hogy a gyűjtés jellem romboló tényező. Miért? Úgyhogy, hát azért, mert az ember lop, csal és hazudik, hogy az áhított műtárgyat megszerezze, mindenféle mondjuk így aljasságra képes idézőjelbe. Tehát átjátsza mondjuk, vagy átveri a barátját, vagy hogy övé legyen. Szóval vannak történetek, igen. Mondjon egy ilyet. Nem mondok. De sok ilyen van tényleg, hogy valaki a másik elől megszerzi. Egyébként mondjuk mondhatok, mert az egyik kornisképnek a megszerzése pont ezen alapult az édesapámnál, hogy évekig járt a kornishoz, és tudni kell, hogy a kornisnál iszonytató rendetlenség volt, de ő mindig mindent, a legutolsó papírfecnét megtalálta így a halom közepén, de iszonytató rendetlenség. És állandóan ott hevert a szekreteren a fuvarázó című kép. És az apám mindig látta, nem foglalkozott vele, és egyszer jött az egyik gyűjtőtárs, és újságolta az apámnak, hogy hát volt a kornisnál, és hát beszéltek róla, ő megvette a fuvalázót, mármint mondta neki, hogy megveszi. És akkor az apám alig várta, hogy a gyűjtő elmenjen, hívta a kornist, az a kép csak az enyém lehet. És hát akkor itt van az a klasszikus történet, hogy azt mondta a kornis, oké, mert ugye az apám mindig részletre vett, és azt mondta a kornis, hogy oké, de akkor ennek az árát egyben ki kell fizetni. És hát 16 ezer forintot mondott, 1965-ben apámnak 1200 forint volt a havi fizetése, 4000 forint volt egy tianyi telek, és hogy ezt egyben fizessek, és egy vasunk nem volt, borzasztó szegényen éltünk. Anyám 17 évig járt egy télikavádba, honnan szerezzünk pénzt, és akkor az apám megtudta, hogy mert már senki nem adott neki kölcsön, se a nagyapám, senki. Megtudta, hogy lehet az OTP-től disznóhízlalásra szerződni. Így volt, és akkor szocialista protekcióval fölvette ezt a kölcsön. Nem úgy hívták, szocialista összeköttetés. Összeköttetése, igen, protekcióval és szocialista összeköttetése. Fölvette a kölcsön, és második emeleten laktunk, mondom, lakótelepen, és 5 disznónak a hízlalását elvállalta, és így lett milyen a kép. Tehát azért mondom, van erre példa, hogy az ember akkor döbben rá, hogy mit veszít, vagy veszítene, hogyha nem venné meg, mikor más valaki felhívja erre a figyelmet, és akkor nincs az, hogy jó, legyen a tied, ha már én lemaradtam, ez nem létezik, akkor az nem gyűjtő.
Azért a diszlohizálási sztorinak a teljessége az, hogy ott állt az OTP ügyintéző előtt, és azt kérdezte, hogy és akkor hol fogja fölnevelni a disznókat, és ugye ott laktak a panel második emeletén, az édesapja tanástalan volt, mire ott állt mellette valami növendéke, igen, vagy tanítvány, és azt mondta, hát vidéken a tanár úrnak van ez a telke, és akkor ott tudja, nem, igen, nem, vidéken, és akkor nem, megkapta a pénzt. Nagyszüleim laktak Edvén, és akkor ez egy volt tanítványa volt valóban, és az apám sose tudott úgy hazudni, meg nem is volt felkészülve erre a kérdésre, és akkor besegített a szomszéd pultra, hogy tanár úr, a szüleinél falun. Ja, szüleimnél falun. Tényleg így volt a történet. És megkapta. Igen. Ma van farmen a drágja? Van. Van? Igen, több is. De abból nem lógnak ki a szálak. Nem a farmerből lógtak ki, hanem a Jersey gatyámból. Mert ugye az volt a történet. Na akkor ez az interjú, amit én olvastam abban, ez nem volt pontosan. Rosszul volt megfogalmazva. Tényleg szegények voltunk. Az öcsémmel azt szoktuk mondani, hogy küzdelmes volt a gyerekkorunk. Tényleg. Úgyhogy már mindenkinek volt kamionról lepottyant farmer nadrágja, nekünk nem, és akkor Jersey gatyába jártunk, és egyszer az apám, sose felejtem el, eladta a Kisceli Múzeumnak az öreg Mednyanszkinak a legszebb képe, az öreg és fiatal csavargót, a legeslegszebb kép, és akkor centrumos szatyorba hozta haza a pénzt, és mi az öcsémmel meg voltunk körülve, dobáltuk fel, hogy pénz, és így hullott le, és akkor azon kezdtünk el gondolkodni, akkor már csak futja egy farmerra, meg egy biciklire, és így kihúzkodtuk a Jersey gatyánkból a szállat, hogy lássák már, hogy új nadrág kell. És akkor az apám nekiállt, és volt egy hosszú asztalunk, ahol ő tanított, és akkor elkezdte, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 országgyűli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bálint Endre százasokat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Kornis Dezső. És maradt 7000 forintunk, úgyhogy se farmer, és kihúzott Jersey gatya. Abba jártunk tovább. De nagyon sokáig nem bírtam a bőrre ránézni se, mert gyerekkoromban feltörekvésképpen valahonnan az anyám protekcióval szerzett műbört, ami akkor úgy nézett ki, mint a linoleum, ez a graboplast műbör, és akkor abból vartak nekem egy kötényruhát, ami olyan volt, mint a bádog emberen a ruha, és a legborzasztóbb az volt, mikor anyám oda rángatott a mosogató elé, és az volt a ruhámnak a kimosása, hogy ledörzsölt a szivacsal, és mehettem az iskolába. Úgyhogy szegény öcsém rosszabbul járt, mert ehhez volt egy kabát is piros sejembéléssel, és azt még neki is hordania kellett. De hogy nem lázadtak fel? Azért, mert... az apja terrorizálta magukat? Nem. Mi az, hogy egyrészt az öcsém is, bár mással foglalkozik, imádja a képzőművészetet. Én nagyon-nagyon szeretek vele beszélgetni, mert nincsenek benne azok a bekövesedett kupulusok, amit egy művészettörténészbe általában az egyetemen belevernek, látásmóddal, ki a jó művész, ki a rossz művész. Nagyon-nagyon jó meglátásai vannak, de mindez annak köszönhető, egyrészt, hogy például mi az apámmal olyat játszottunk, hogy az Akházi Máriának volt az az ilyen vastag könyve, a faszobrok, és akkor abból kellett stoppolósat játszani, mi azt jelenti, hogy lapoztuk, és mikor jött a legszebb, akkor rá kellett csapni, hogy ez az enyém. Ez viszont azzal járt, hogy fejbe az embernek az egész könyvet memorizálni kellett, ennek most jó hasznát veszem, mint a gyorsolvasásnak is, amit szintén az apám kínzott ki belőlem, hogy kirántotta egy perc múlva az újságot a kezemből, én meg egy rápillantással elolvasom az egész oldalt, de ez iszonyú pluszt adott, másrészt meg, hogy vitt minket a művészekhez. Tehát az öcsémmel pont valamelyik nap beszélgettünk arról, hogy te kinél voltál, és akkor mondta, hogy én a Bálint Endrénél Zsenyén, és kölcsön adta a horgászbotját, és belevágtam véletlenül a nádasba, és akkor ő sikoltozott, hogy tönkreteszem az egyszem horgászbotját.
Ja, meg voltam a Kassáknénál is, milyen autója volt, mert ő fiú. Én meg az Országgyűlésnél lapoztam a dörmögödömötört, míg az apám nézte a képeket, igen, fölültettek az ágyra. Ugye a Lili volt egy időben, az 50-es években a dörmögödömötör rajzolója, elém raktak egy vagon dörmögödömötört, foglaljam el magam. Szóval ezek fantasztikus élmények, és ezeknek iszonyú a haszna, mert azt szoktam mondani, és nyilvánvaló, hogy az öcsém is így van vele, hogy ezek a történetek, amiket ott hallottunk, ezek belénk kivoltak. Ez nekem most a szakmában őrült nyereség, mert egy csomó minden így jön elő, és arról nem beszélve, hogy így marad meg. Én például se az általános iskolából, se a középiskolából egy fia emlékem nincs, pedig azt mondják, hogy nagyon hangadó voltam, találkozókkal mondják, emlékszel, amikor te? Én nem. Tényleg? Ezt csináltam? Én nem. De azt, hogy az apám mikor, melyik képet, kitől, mennyiért, mit mondott, arra mindenre. És nem is akartam művészettörténész lenni, magyar történelem szakos tanár szerettem volna lenni, csak egyszer megvilágosodtam, és azt mondta, hogy miért is nem ezt csinálom. Úgyhogy tényleg, és ezek olyan élmények voltak, amik feledhetetlenek, és ezek, mondom, úgy marad meg nagyon sok olyan dolog, amit az ember beépít a kiállításokba, és egy csomó új dolgot hoz, amit nagyon nehéz kívülállónak mondjuk megérteni, és ezért mondják azt, hogy ezeket én találom ki, és ezek ilyen látványos dolgok. Nem. Az, hogy az 1526-os Ádámosi famennyezet az Országgyűli labirintus sorozatának az előzménye, az úgy maradt meg, hogy 1968-ban a Kovalovszky Márta és a Kovács Péter Székesfehérváron egyet hátralépett, miután a sok tiltottnak rendezett kiállítást, és már rezgett a léc, és akkor gyorsan rendeztek egy egyházművészeti kiállítást, és ezen a kiállításon mutatták be ezt a famennyezetet, amiről azt hitték, hogy elveszett, akkor került elő egy pincéből, és az apám az Országgyűlivel elment Székesfehérvárra megnézni ezt a kiállítást, soha nem felejtem el, jött haza, apámat ismerni kell, égtelenül káromkodva, hogy kiállt a nyakam, és 8 órán keresztül néztem így fölfel, és leesik a fejem, és a Lili ott mondta, hogy csinál egy 40 képes sorozatot, egy labirintust, és tarara, tarara, tarara. És ez így maradt meg. Úgyhogy soha senki le nem írta, el nem mondta, és ezek mind egy rengeteg ilyen. Soha egyetlen egy kollégám, nem akarok senkit megbántani, akik például a Bálint Endrével foglalkoztak, de még a Román József se, aki könyvet írt mondjuk a barátjáról, ugye Bálintról, soha senkinek le nem esett, hogy ott van a Szentendre 8. temploma című kép. És a Bálint elmondta, hogy Szentendrén 7 templom van. A 8. templom az ő saját temploma. Ez a kép az ő templomának gyakorlatilag az ikonosztáza. Nagyon sokan, az Országgyűlés is azt mondta, amikor látta ezt a képet, hogy hát én ugye 11 két hosszúból és 9 négyzet alakú képből áll, és Országgyűlés is megjegyezte, hogy mi a csodának szögelt össze ennyi képet, hát ez nem is érti, hogy mi ez. És senkinek nem jutott eszébe, hogyha ez ikonosztáz, ha a templomban az ikonosztáz Jézus életét meséli el, akkor ez esetleg ne talántán nem a Bálint életét meséli el? És egy az egybe végigfejthető, hogy melyik tábla mit jelent, és az életének melyik szakaszát jelképezi. Amikor így gyerekként elvitték magukat ezekhez a festőkhöz, akkor mennyire esett le a tantusz, hogy itt micsoda kaliberű művészeknél vannak, akik kénytelenek dörmögödömötört illusztrálni? Ez egy nagyon érdekes világ. Persze nyilvánvaló művésze válogatja, meg az embernek az életkora is meghatározó, de hát Kornis nem volt túl kedves.
Tehát oda mondjuk, azt hiszem, nem is tudom, én talán, ha egyszer voltam, akkor is jóval később. Mert nem merték magát elvinni? Nem olyan volt a helyzet, a hogy nem a viszony, az apám nagyon jó barátság volt, ő volt az egyetlen, aki megmondta a Kornisnak, hogy hát mester, ez nem úgy van. És a Kornisnak szétdurrant a feje, de mondta, mester nem, hülyeséget beszél. Úgyhogy az apám... Így beszélt a Kornissal? Így. Hát a Bálint Endréné azt mondta az apámnak, hogy tud maga ilyen sikkesen az oroszlánok között eljárni, mert hogy a Bálint meg a Kornis, ugye tudjuk a kettőjük viszonyát, gyűlölték egymást, és ennek az oka Vajda volt, ezt pont most megírtam egy tanulmányba a Kornis katalógusba, és Vajdához való viszonyuk, és pont most mesélte a Hegyi Lóránt, hogy ő, amikor bement a Kornishoz, akkor azt mondta, hogy mester, most jöttem a Bálint Endrétől, puff, már röpült is ki az ajtón, és másfél évig nem jöhetett újra. Úgyhogy pont a Hegyi Lóránddal nevettünk, hogy na, jó belépő volt, apám volt az egyetlen, és ő meg is próbálta kibékíteni őket. 1975-ben Szentendrén a Művésztelepi Galériába a gyűjteményének a Bálint és Kornis képeiből rendezett egy kiállítást, és megvan a bizonyíték is, a katalógus, de megvan a levelezés is, hogy a Bálint leírta, hogy hát erre a pár évre, ami még nekünk megadatott, nem kellene kibékülni. És Kornis azt mondta, hogy csak úgy lehet katalógus, ott van felsorolva, mind a kettőnktől ugyanannyi mű, a katalógusnak két eleje van, úgyhogy két eleje van, az ember megfordítja, ez is eleje, az is eleje, úgyhogy senki nem volt hajlandó engedni. Kiállításon kezet fogtak, de egyéb nem történt. De mi volt az ellentét alapja? Vajda. Jó, de hát, Vajdából mi? Hát az, hogy az öröksége Vajdának? Nem az öröksége. Hát ugye 1935-ben a Kornis lecsábítja Vajdát Szentendrére, és aztán átmennek Szigetmonostorra, és a Kornis találja ki ezt az úgynevezett szentendrei programot, és rábeszéli a Vajdát, hogy akkor ezt csinálják magyarul, amiről most a Nemzeti Galériában rendezett kiállítás szól, hogy csak tiszta forrásból, tehát Bartók nyomán keresik, nem van épp művészetet, keresik azt az ősművészetet, azt az ősi archaikus formát, ami a népművészetben marad meg, mint egy ilyen gyűjtő tartályban, mondjuk így, tehát a népművészetben marad meg. És ezért mennek el Szentendrére, de aztán rájön Kornis, hogy Szigetmonostor tisztább ebből a szempontból, ott vannak az igazi tiszta motívumok, amit ő keres, és akkor ott folytatják a munkát. Vajda egész mást akar csinálni. Vajda azt mondta, hogy akkor fényképezni fogja ezeket a motívumokat, és akkor majd ugyanúgy kollázsokat csinál, hiszen akkor jött haza Párizsból, mint amit, ahogy Párizsban tette. És akkor mondta neki a Kornis, hogy oké, de 20 pengünk van egész nyára, mert eladtam egy képemet, akkor miből veszünk fényképezőgépet, vegyünk inkább a Hentesnél csomagoló papírt. Meg Vajdának hagymázos lázálmai voltak, hogy aranyból, meg drágakőből fog ilyen ikonokat csinálni. És akkor, de Kornis rábeszéli erre a munkára, és akkor borzasztó szegényen, a Kornis akkor betegedett meg, mert éheztek tényleg, és akkor, de rajzolják ezeket a motívumokat, és Vajda azt mondja, hogy ő mindig le is írja, hogy ő mindig úgy gondolta, hogy a Kornis sokkal jobb festő nála. De ennek ellenére Vajda megérti, hogy mit akar Kornis,
És ez nagyon hamar megmutatkozik a képeken. Kornis sokkal lassabban érik be, plusz közben jön a betegsége, ugye 37-től kezdve egyáltalán nem tud festeni, aztán elviszik katonának, aztán hadifogság, és gyakorlatilag 45-ben az Európai Iskola idején folytatja ezt a Szentendrei programot. A főművei ekkor készülnek, tehát ekkor lehet igazán megérteni, hogy mi lett volna, ha ezt folytatni tudja, és meg tudja ezt csinálni. Viszont ott volt Bálint, aki együtt lakott Vajdával, a legjobb barátja volt, aztán ugye elveszi Vajda Júliának, tehát Vajda feleségének a húgát, tehát rokonok is lesznek, és Bálint egy nulla volt ebben az időben, azt lehet mondani, egy borzasztó tehetséges másoló, azt mondta Kállai Ernő is, hogy bárkinek a képét le tudja másolni, mert nagyon tehetséges. Önálló gondolata nem volt, mondjuk így festette a jó vagy rossz önarcképeit, meg portrékat abban az időben. Föl se érte ésszel, hogy mit akar a Vajda, meg mit akar a Kornis. Mégis ott volt, mint egy szerelmi háromszögbe, harmadiknak. A barátságnak gyakorlatilag akkor lett vége, amikor a Bálint mondjuk így nem bírta már tovább a féltékenységet, és leállított Szigetmonostorra, még az ég is közbeszólt, hatalmas vihar, puff, Kornisnak van egy ilyen visszaemlékezése, egy ilyen beszélgetés, ezzel a viharral ér véget, hogy Bálint leállított, és beállított, mint harmadik, és akkor onnantól kezdve már elindult a repedés, és aztán ugye mások voltak a célok. De erről Vajda is tehetett, hogy tulajdonképpen persze. Bálintot fölemelte egy kicsit magasabbra? Föl. Hát... Nem emelte föl. Mikor emelte föl? Nem. Hát másolóból azért nem másolt egész életében Bálint ezre. De nem a Vajda, a Vajda hatására, tehát de sokkal később következett be. A Vajda tehetett róla abban az értelemben, a Vajda nem is szólt a Bálinthoz, ő egyébként is egy hallgatag ember volt, de a Bálint maga leírja, hogy a példája adott neki erőt, és a példája tanította, hogy ott volt mellette, hogy szótlanul is, de nézte, hogy a Vajda mit alkot. És ez zsenírozta Kornist? Mondom, nem is az, hogy a Bálint volt mondjuk az akadék, és amikor Vajda is tehetett arról, hogy másfele, tehát ő például ikonokat akart csinálni, utána következik is az ikonos korszak, portrék, a csendéletek, és eltávolodnak valahogy egymástól részint a művészi céljai különbözősége miatt is, és ebben a pillanatban mindegyik a másikat okolja, Bálint írja Kornisnak, hogy itt sír a Vajda, te vagy az oka. Tehát, hogy megbántja a legjobb barátját, már gyűlölet. És akkor utána jön az a probléma, ugye, hogy pár év késéssel, amiben közben szól a háború, Kornis elkezdi csinálni a zseniális műveket. Hol van ekkor még Bálint? Csinálja a Brákos és a Picasso-s képeit, amik nagyon jók, de még ugyanott tart, tehát semmivel se önállóbb. És a Bálintnak sokkal később, 57-ben el kell menni Párizsba, hogy leessen neki a 20 fillér, és Párizsban gondol vissza Vajdára, gondol vissza Szentendrére, és 57-től kezdve a párizsi korszaka zseniális, utolérhetetlen, később is, de kell neki ez az idő, tehát sokkal lassabban nő fel. És utána aztán hazajön, ott van ugye az ágynemű tartóban a Vajdának az egész életműve, ugye beindul a gőzeke, vagy a gőzhenger, ugye Mándi Stefánia, Vajda Júlia, Vajdának az elismertetéséért, ugye Bálinttal is kiküldenek egy mappányi vajdarajzot, hogy mutassa meg Bretonnak, mindenkinek, ugye kiállítás is készül ott külföldön Vajdának a műveiből, tehát mindenki föl akarja emelni, ahogy Kornis hívja, a Rottenbiller Rájban, a Rottenbiller utca egyben Vajdát, és Kornist meg tapossák el éppen. Tehát 10 év... De ki taposta el? Hát
a Rottenbilleráj, mondjuk így, azzal, hogy Bernecki Géza a 60-as években már arról beszél, hogy Vajda Lajos és köre volt Szentendrén. Tehát Kornis már néven sincs nevezve. Németh Lajos is azt mondja, hogy a modern magyar művészet ugye Vajda köpenyéből bújt ki, ami kétségtelen, hogy Vajda egy zseni, és hogy ugye a szentendrei program az Vajdához köthető. És akkor szerencsétlen Kornis írogatja papírcetliket, amik megmaradtak a hagyatékban, és részint ez ösztönzött engem, mikor elolvasom azt, hogy keserűen írja, hogy leírja a történetet, és azt, hogy egyszer talán a művészettörténet igazat fog adni nekem is, és ezt az egész korszakot feldolgozza, akkor azt mondtam, hogy na itt az idő, adjunk neki igazat. Szóval tényleg ezt helyre kell tenni. Visszatérve az édesapjára, aki fizika-kémia szakos tanár volt. Igen. Hogyan jutott eszébe, hogy ezeket a festőket felkeresse, hogyan jutott eszébe, hogy elkezdjen képeket gyűjteni? Mi köze volt egy fizika-kémia szakos tanárnak a művészethez? Ezt most akár a kövesi gyűjtemény kapcsán is kérdezhetem, hogy mi köze volt egy ortodox hentesnek a képzőművészethez, és az édesapja is tulajdonképpen a szülőfalujából nem hiszem, hogy kapott valamilyen identitást ahhoz, hogy merre kell fordulnia. Nem. De el lehet kezdeni ezt messziről, tehát tényleg a 60-as évek beli helyzetet nagyon kevesen ismerik, ami mondjuk a mi gyűjteményünk megismeréséhez is alap. Tehát, hogy a II. Világháború után a nagy gyűjtemények gyakorlatilag javarésze eltűnik. Megmarad egy pár zárvány, ami mondjuk tényleg a mi gyűjteményünk szempontjából is fontos, például aki fontos, a Radnai, a Fruchter, majd erről még lesz szó, gondolom, de a Radnai, a Fruchter, vagy a Glückszék anyaga, vagy Márton Ödönnek az anyaga, akik az apámnak ebből a szempontból segítettek. Tehát megmaradnak ezek a gyűjtemények, de ezek a gyűjtők a II. Világháború után már maximum őrzik ezeket a gyűjteményeket. Radnai Béla még a 60-as évek elején egy kicsit próbálkozik, de már csak grafikákat vesz. Minden erejük gyakorlatilag arra összpontosul, hogy ezeket a gyűjteményeket valahogy megőrizzék. Például Radnainak az özvegye is eljár, hogy a Radnai villa egy viszonylag nagy épület, egy nagypolgári villa, hogy megőrizzék, mert ugye, és nemzeti érdekű magángyűjteményé nyilvánítassa, mert akkor ez azt jelenti, hogy nem költöztetnek be társbérlőt, és megmaradhat a gyűjtemény érintetlenül. Bedő ugyanezt csinálja, hogy a Honvéd utcai nagypolgári lakás megmaradhasson, mert ugye a védett gyűjtemény azzal jár, hogy egy szobával több lehet, meg különböző előnyök vannak. Tehát ezek a gyűjtők már nem tudnak gyűjteni, akik elkezdenek gyűjteni, azok mondjuk az orvosok, Gunvári Bella, Gegesi Kispál, van olyan orvos, Levendel, például azért, mert hozzájárnak ezek a festők a tüdőbajuk miatt, de ez, van olyan gyűjtő orvos, vagy orvos gyűjtő, aki bemegy a beteghez, és körbenéz, hogy na akkor itt mit lehet elkérni, igen, fizetség helyett. Úgyhogy a képeknek gyakorlatilag nincs értéke. Az 50-es években büntetik is gyakorlatilag a magángyűjtést, és nem véletlenül pont a kövesi gyűjteményt említette. El kell képzelni azt a helyzetet, mikor valaki pont a kövesiek, valaki háromszor kezdi újra nulláról az életét, mert vagy a II. Világháború, vagy az 50-es évek és a kitelepítés. Szóval mindig valami elviszi azt, amiért megküzdött és amit létrehozott, és nulláról újra kezdi. Plusz az a félelem, hát ne felejtsük el, 1988-ban fölmerül még az, hogy a magángyűjteményeket elveszik gazdaságélénkítés címén,
meg az is fölmerül, hogy vagyonadó lesz. Az én apám is megírta a listát, és ügyvédi letétbe helyezte, hogy melyik kép van a tulajdonában. Tehát 88-ban ez fölmerül, és így lehet érteni, hogy a kövesi gyűjtemény miért volt titkos gyűjtemény, hogy miért ivódott bele egy akkor kis gyerekben, mint a kövesi gyűjtemény örököse, hogy senkit nem lehet beengedni. Én több mint 10 évig jártam oda a konyhánál beljebb, nem jutottam, és amikor mondtam, hogy hát tudtam, hogy ez a gyűjtemény létezik, de nem tudtam, mi van ott, és amikor mondtam, hogy csinálok egy kiállítást, jó lenne egy nemes lampért, akkor így résnyire kinyitottak ott az ajtót, így besündörgött, hogy oda ne nézzek, és akkor kijött és megkérdezte, hogy ez így kisündörök, vagy ez jó lesz. Nem akartam elhinni, amikor kinyitotta az ajtót, hogy gyere be. Mondom, súlyos beteg. De tényleg így volt, és nyilvánvaló ebben belejátszott az is, hogy tudta, hogy hasonló helyzetben vagyok. Elmesélte, hogy milyen borzasztó volt az, hogy nem mert a tornaórán levetkőzni, mert ugye nem vettek neki új trikót, ha kinőtte a trikóját, akkor alul egy csíkkal, ami tök más színű volt, vagy anyagú, megtoldották a trikóját, hogy jó lesz. És akkor így vetkőzzön le a tornaórán. Tehát, hogy ez micsoda stressz, ami az emberben, mint a csengőfrász, olyan beleivódik, hogy gyakorlatilag senkit a lakásba be nem engedni. Olyan torz dolgok, hogy ha elkértünk képeket kiállításra, reggel 6-kor kellett menni, mert akkor még a szomszéd nem kelt föl és nem leskelődik, szerintem eszébe se volt leskelődni. Másrészt tévédobozban vihettük el a képeket, hogy ne látszódjon, hogy az kép. Az már nem érdekelte, hogy 12 tévédobozt elviszünk, és utána 12 tévédobozt visszaviszünk, úgyhogy tévé nagy kereskedés van ott, vagy mit gondol a szomszéd, ha ezt látja. Szóval ez micsoda egyrészt felelősség, hogy ezt törni, nem mert elmenni nyaralni. De hát minden gyűjtemény egyfajta hatalmas teher. És tehát akkor vannak ezek az emberek, orvosok, és akkor jönnek azok a kispénzű értelmiségiek, mondjuk így, akik, mint például az apám, vagy a Dévényi Iván, vagy még jó páran, akiknek pénzük semmi, de a lelkesedésük óriási. És akkor hogy induljon el? És hát az apámnak az volt a szerencséje, hogy semmi más nem akart. Gondolta, hogy lesz egy lakás, aztán hirtelen lett 2 gyerek, aztán még 2 gyerek, és akkor azt akarta, hogy a lakásában legyen egy kép. És mindig emlegette, hogy vett egy ilyen, annak idején voltak ezek a házoló ügynökök, akik könyvekkel, lexikonokkal, meg gicsfestményekkel kereskedtek, és akkor részletre lehetett fizetni. És akkor egy ilyentől vett egy no-name, egy gicset, egy fa, és hullatja le a leveleit, őszi, avar, borzasztó. És mindig mondta, hogy de kár, hogy nincs meg, olyan kevés pénzt kapott érte, hogy meg kellett eladni, meg kellett volna őrizni, hogy innen indultunk. És akkor utána... Ez volt az első képe, ez a gics? Ez volt az első, igen. Igen, egy mondom, tényleg egy ilyen, mint régen, amit a Skála metróban árultak. És akkor... egy ilyen lakkozott gics, és akkor utána valami mást akart, és akkor vett Révész Imrét például, borzasztó, hasonló kaliberű művészektől még, de egész életében Egrit szeretett volna. Vett egy Vasarit is, mert az szép volt, az tényleg egy virágcsendélet, azt egy gyűjtőtől vette, de Egrire vágyott. És akkor így történt meg, hogy ugye akkor még a katalógusokban kiírták, hogy kinek a tulajdona. Kinek a tulajdona egy-egy kép, és látta, hogy az Egriknél ott van Radnai, Radnai, Radnai. És akkor telefonkönyv, Radnai, megnézte, hol lakik, és reggel 8-kor becsöngetett. Na most tudni kell, hogy... Bocsánat, azért azt mondjuk már el, hogy Radnai Béla
ő volt a magyar gyorsírásnak az atya tulajdonképpen. Ebből, ő írta a tankönyvet a gyorsírásról, tehát nagyon, nem volt egy akárki. Nem, egyáltalán nem. Nagyon egyrészt pénze is volt, tudott gyűjteni, fantasztikus gyűjteménye volt, Ripronaitól kezdve Bernáton át, Tegri, Derkovics, szóval több ezer grafikából állt például a gyűjteménye, és azt is tudni kell, hogy Medgyessy volt az, aki ebbe az irányba elindította, mert ő is mindenféle szart vett, ahogy Medgyessy fogalmazott, hogy ne gyűjtsd már ezt a sok szart, vegyél normális képet. Már és a Szobrász Medgyessyről beszélünk. Szobrász Medgyessy Ferenc, igen. Igen. És akkor kialakult ez a gyűjtemény, és olyan élénk szalonélet volt náluk. Szabó Lőrinctől kezdve rengeteg költő, festő járt hozzájuk, Vörös Sándor. Olyan is volt a lakás is, Kizelbak Tamás említette, hogy kívül van a szürke szocializmus, és belép az ember egy ilyen villába, ami kívülről nem is fényűző, egy kicsit Bauhausos, tök egyszerű ház, belép a villába, és az ember lemerevedik, még az Erzsi néni életében mennyit jártam oda, 2000-valahányban és 2006-ban halt meg Radnai Erzsébet, úgyhogy, és minthogyha az előző pillanatban állt volna föl onnan mondjuk Medgyessy. Semmi nem változott, a szőnyegek a falon, mert ugye a falat is szőnyegek borították, ez mind nagyon értékes szőnyeg, az egrik tapétaszerűen beborították a falat, Ripronainak csak a mennyezet alatt a sarokba jutott hely, szóval egy fantasztikus világ volt, a bútorok, az ezüst, szóval tényleg, mint hogyha egy filmgyári díszlet tök érintetlenül megmaradt. És pont emiatt a szalonélet miatt ugye sose keltek a Radnai jégkorán, és az apám meg 8 órakor már nyomta a csöngöt, és akkor az Erzsi néni a felső fürdőszoba ablakból kikiáltott, hogy mit akar, tűnjön el. És akkor fölkiáltotta, hogy kicsoda ő, és hogy Egrit akar nézni. És akkor ez is egy véletlen, hogy a Radnai leszólt, hogy jó, ne küldd el, fölöltözöm. És fölöltözött, beengedte az apámat. És az apám és megmondta neki ezt az ominózus mondatot. Igen, megmondta, az apám mondta, hogy ami most a Nemzeti Galériában van, az Egrinek a Keresztelő Szent János című képét szeretné megvenni. Ott lógott főhelyen, sokáig könyörgött érte, akkor egy egri 15 ezer forint volt, és akkor mondta Radnai, hogy nem az a kunszt, hogy ezeket a képeket megvenni, hanem mert ezeket ők már felgyűjtötték a saját kortársaikat, hanem az apám is gyűjtse a saját kortársait. Az apám ekkor kezdett el szétnézni, de egyszer nagyon szépen leírta, hogy ott állt, és gyakorlatilag a Keresztelő Szent János című kép előtt, és úgy érezte, hogy őt keresztelik meg, tehát hogy valami olyan történt vele, ami tényleg különleges, és így jutott el ezekhez a gyűjtőkhöz, és mindegyikhez van egy történet. A Márton Ödöntől vette a Egrinek a Delelés című képét, és sokáig udvarolt a képért, és mondta a Márton Ödön, hogy te ezt a képet nem szeretné eladni, és az apám mindig mesélte, hogy 65-ben, ha jól emlékszem, mindig mondta, június 29-e volt, akkor az iskolában már szünet volt, és azt mondja, hogy meg se tudja magyarázni, elbiciklizett az iskolához. És akkor ott összetalálkozott az adminisztrátornővel, és hát az olyan kínos lett volna, hogyha nem szól hozzá semmit, és akkor megkérdezte, hogy na, mi újság, postán van? De jaj, most jött, és odaadja Márton Ödönnek a lapját, amiben az van, hogy 3 napig tartom a képet, ha kell magának, akkor szóljon, mert ugye a védett kép volt, a Nemzeti Galériának elővásárlási joga volt, és nem vették meg, vagyis záros határidőben ő nem válaszoltak, és ezért írta ezt a Márton Ödön
És akkor az apám eldobta a biciklit, és abban a pillanatban ment a vasútállomásra, ült föl a vonatra, és ment a képér. Ment egy képér, de arra nem volt 20 fillérje, hogy biztosítást legyen a jegyre. Nem, így spórolt. És a pénztárosnőnek mindig ekkora volt a feje, amikor az apám szólt, hogy a bélyeget nem kérem, az 20 fillér volt, biztosítási bélyeget nem kérte, de muszáj volt spórolni. És akkor felment a képér, és így szerezte meg a Delelés című képet. Aztán utána a Nemzeti Galéria már nálunk volt a kép, amikor válaszolt, hogy megvennék a képet, és akkor Márton Ödön besündörgött, és mondta, hogy ez a malőr történt, eladta, és akkor már nem lehetett mit tenni. Úgyhogy tehát a védett kép az nem csak azt jelentette, hogy nem lehet az országból kivinni, hanem hogy a magánszemélyek egymás között se tudták eladni, majd megvenni? Nem, mert be kellett jelenteni, hogyha... Hát, hogy ki az új tulajdonos, az igen, be kellett jelenteni. Igen, de a Nemzeti... De az, hogy én nem vehettem meg, azt megveheti, én nem tudtam. Megveheti, hogyha a Nemzeti Galéria azt mondja, hogy neki nem kell. Úgyhogy... Tehát nem csak az aukción élhet a Nemzeti Galéria hát elővételi akkor, jogával. Hát akkor még nem volt ilyen aukció. Vagy akkor még nem volt ilyen. Aha. Nem volt ilyen. Mert hát aukciók voltak már akkor is? A MÁV-nál igen, de hát ott más volt. Tehát az, de a védett képeknél ez volt. Uh-huh. Úgyhogy, de a Fruchtertől ugyanígy szerezte meg a Gulácsinak az Ártevita Naturáját, az egyáltalán nem kellett a Nemzeti Galériának 5000 forintért, és akkor mondjuk akkor az azért valamennyi pénz volt, igen, mondjuk egy fél évi kereset, és nem kellett 5000 forintért. Ott is Egrit akart Fruchteréktől, meg Bernát Aurélt akart venni, nem vett, hál' Isten, és akkor ezt a Egri helyett ezt a Gulácsit választotta, és akkor azt mondta a Fruchter, hogy oké, akkor 6100 forintért odaadja. És annyi pénzük volt pont az anyáméknak, hogy hazafele az anyám tudott vonatjegyet venni, de az apám nem. Úgyhogy az apám a Győrig tartó utat végigbujkálta a kalauz előtt, hogy egyik kupéból ment át a másikba, hogy valahogy hazajussanak, mert mondom, jegyre már nem volt pénzük. Úgyhogy tényleg én azt gondolom, hogy és hát a Glückszéknél is a Glückszéktől származott a Farkasnak a vihar utánja, ami a legszebb kép. És az apám nem is tudta, hogy ki az a Farkas. A Glücks Feri bácsi mondta, hogy Ernő, higgy el, nagyon nagy művész, nagy kép, ilyet vegyen. És az apám mondta, hogy nem, neki Egri kellene, látta ott a Nagy Istvánokat, Mednyánszkikat, neki inkább Egri. És akkor, de végül is aztán ott volt egyébként, ez is érdekes, ott volt a két farkast ajánlott a vörös asztal mellett, ami Kecskeméten van, és ezt hát a vihar után szerintem az életmű csúcsa, nem véletlenül van André Salmon 1935-ben megjelent könyvének a címlapján, ami Farkasról szól. Úgyhogy, és akkor ezt választotta, és hozzá kell tenni, hogy az a kép, Uszkve, mondjuk egy mázsa körülbelül, ilyen vastag rajta az üveg, majdnem másfél méter, és az az igazi farkas keret van rajta, ami körülbelül ilyen széles, ilyen vastag és befele egyre mélyül, ami maga a keret körülbelül, mit tudom én, 40 kiló egy ekkora képnél, és akkor valahogy mi a lakótelepen másfél kilométerre laktunk a vasútállomástól, és akkor az apám mindig mesélte, virágzott a házfa, és az olyan csúszósá teszi az utat, és az anyámmal így fejük fölött tartva a másfél egymázsás képet, így vitték haza, úgy, hogy így csúszkáltak, másfél kilométeren át így a fejük fölött tartva azt a dög nehéz képet. Úgyhogy így jutott haza gyakorlatilag a farkas kép. De hogyha farkast vett, Gulácsit vett, akkor azért az elején csak nem fogadta meg Radnai Béla tanácsát, hogy a saját korát gyűjtse. Akkor kezdett el körülnézni. Tehát ezeket megvette. Mondjuk jó helyeken nézett körül, nem erről van szó, csak igen. Mégis.
ezek a barátságok ezekkel az idős emberekkel, az apám mindig mondta, hogy az idős emberekkel nagyon fontos barátságban lenni, mert az élettapasztalatuk fantasztikus. A Márton Ödön azt mondta az apámnak, hogy fiam, én láttam egy gyűjtőnél egy festőnőnek a képeit, nagyon jó, nézd meg, és szeretném hallani a véleményedet. Nem azt mondta, hogy nézd meg, vedd meg, hanem hogy mintha odafigyelne arra, hogy mit mond. Ez a festőnő volt az Ország Lili, és gyakorlatilag el is vitte Rácz Istvánhoz, ő volt az a gyűjtő, és ott találkozott az apám Ország Lilivel egy ilyen társaság gyűlt össze, és az Ország Lili mondta, voltak ilyen boszorkányos képességei, ez közismert volt, Jósolgattat is Pütiának nevezte magát, aki szeánszokat ad a fürdőszobában. Szóval tényleg egy fantasztikus nő volt, kísérteties. És azt mondta, hogy abban a pillanatban félrevonta az apámat, és azt mondta, hogy abban a pillanatban érezte, hogy az életében megjelent az egyik legfontosabb ember. És onnantól kezdve az Ország Lili haláláig tartott a barátság. Úgyhogy, tehát például Márton Ödön juttatta el, vagy adta meg neki például az egyik kezdő lépést, hogy megismerjen egy kortárs művészt. Úgyhogy ezek de az nagyon... hogy fordulhatott elő akkor, hogy ha ilyen jó barátságban voltak, akkor nagyon fontos, főként a szürreális korszakból származó Ország Lilik Vasilescuhoz kerültek. Nem, a legfontosabbak nálunk vannak. Hát a cipők, meg a fal, az ott volt Vasilescunál, azért azok is kiemelkedő nem. Képek, nem? Melyik fal? Nem. Nem, hát a téglafal ott. A fekete ruhás nő, a szorongás, a cipők, az egy másik változat, a cipők, a magányos kutya, a legfontosabb képek nálunk vannak. Ne keverjük össze a Vasilescunak a gyűjtését az Ország Lili hagyatékával, mert a Vasilescu úgy nem gyűjtött Ország Lilit, ugye ez a legenda, akkor most ez jó alkalom arra, hogy megcáfoljam. Ugye nagyon sok könyvben, szakirodalomban is úgy szerepel, hogy a Vasilescu elment a Glücksferi bácsihoz, akiről beszéltünk, és ugye aki azt mondta neki, hogy ó, vegyen Ország Lilit, ez móka és kacagás. Abban az időben a Vasilescu ilyen bizományis képeket vásárolt, és ezt nem csak az én apám írja le, mert leírja, mert egyszer az egyik ilyen újságban megjelent Vasilescu tirádára így bedurrant az agya, és akkor leírta az igazságot, hanem ezt Rácz István is leírja, mert neki is tele lett a hócipője, és a művészettörténeti kutatócsoportban ott van lerakva a cédula, amiben Rácz István leírja, hogy hogy történt az eset, mert akkor írta, hogy az utókornak ezt meg kell tudni, úgyhogy bontsák ki, amikor ki lehet bontani, de ez így történt. 1974-ben Győrben a Szent János Múzeumnak volt egy képtára, ott volt a mi gyűjteményünkből egy kiállítás. És akkor a Rácz István ostorozta is magát rendesen a későbbiek során, hogy miért vitte le a Vasilescut, mert ő vitte le autóval, szóval akkor ostorcsapás, igen, minek vittem le, de akkor a Rácz István lehozta erre a kiállításra a Vasilescut, és akkor a Vasilescu ott sündörgött, és mondta az apámnak, hogy hát igen, ő is ilyen művészektől ilyen képeket szeretne gyűjteni, magyarul akkor neki nem volt semmilyen, 74-ben, úgyhogy, és ilyen képeket szeretne gyűjteni, és akkor, hogy hát mit lehetne tenni. És ezután, akkor meg az apám ostorozta magát, mert ezután mutatta be a Vasilescut Ország Lilinek, és így alakult ki egy kapcsolat, és utána a maradék képek, amiket a Lili részint, hát meg lehet nézni pont emiatt a gyűjteményt, nagyon egyenetlen. Egyrészt vannak olyan korszakok, amik őrült módon hiányoznak, mert azokat már az apám és más gyűjtők megvették, például Rácz István. Voltak olyan képek, amiket a Lili meg akart tartani magának,
például jó néhányat ebből a szürrealista korszakból, és nem véletlen, a Lili, amíg dolgozott egy problémán vagy egy sorozaton, addig képet abból a sorozatból nem adott el, mert az kellett, hogy körülötte legyen. Tehát nem véletlen, hogy magángyűjteményben a labirintus korszakból talán, ha egy-két darab van. Az egybe ugye ott maradt a hagyatékba. Tehát ennek ez a története, úgyhogy igazából a Vasilescu a Lilin keresztül ismerte meg a Kassáknét, a Bálintot, meg a többieket, úgyhogy addig neki ezektől a művészektől nem volt semmi. Amikor arról olvastam, hogy Kornisnak havi 100 forintos részletekbe fizetett az édesapja, és ezzel Kornisnak megvolt, ahogy ő mondta, a napi egyfej káposztája, akkor egyszer se gondolta azt, hogy Kornis tulajdonképpen őt zsarolja? Lehet, hogy ezt én rosszul gondolom, vagy rosszul teszem fel a kérdést, mert más akkor Kornisnál nem igen jelentkezett, senki, hogy fizetne a képeiért. Senki. Tehát gyakorlatilag még ez a havi 100 forint is tulajdonképpen így utólag visszagondolva lehet, hogy sok volt. Nem, havi 1000 volt. Vagy havi 1000, megvan, pláne, megvan bocsánat. A pont a kutatócsoportban az ember meghatottan néző, hogy megvan az apámnak a csekke, hogy ezt az, és a Kornis is megőrizte például, meg a Bálint is, hogy ezt ő megkapta, vagyis feladta. Nem, ebbe zsarolás nem volt. Pont az volt a különleges, hogy az apám úgy hozott el képeket, hogy mindenki soha papírt nem írt senki erről. Tehát úgy hozott el képeket, hogy oké, okay, mondjuk 16 ezer forint, akkor majd részletekben megfizeti. És amikor vett egy újabb képet, akkor hiába nem volt mondjuk még az egész 16 ezer forint kifizetve, akkor elhozhatta a másik képet. És arról nem beszélve, hogy egy idő után a művészek számára is fontos volt, hogy ebbe látták ezt a gyűjteményt, hogy ebbe a gyűjteménybe bekerülhessenek. Másrészt az apámnak volt egy fantasztikusan lehengerlő természete, iszonyúan tudott lobogni, iszonyú meggyőző volt, humoros, sármos, szóval tényleg sütött róla azt, hogy majd megőrül a képekért, és az is sütött róla, hogy megvan a határozott elképzelése. Hát elment a Bálint Endréhez. Bálint Endre 65-ben. A Bálint Endre 63-ban jött haza Párizsból. Az egész párizsi korszak ott volt egy ilyen nagy fehér szekrénybe. És az itt már jártam valaha egy, ott lógott az ágya felett. És az apám mondta, hogy azt a képet kéri. És akkor mondta a Bálint, hogy ő úgy van vele, mint a Picasso, aki azt mondta, hogy minden művész megtarthatja magának a legfontosabb képeit, ezt ő nem adja el, ez mindig itt fog lógni az ágya felett. És az apám körbenézett, mondom, egész párizsi korszak, és akkor azt mondta, hogy köszönöm szépen, a többi nem érdekel. 20-valahány éves volt, és ott hagyta a Kornist, vagy a Bálintot, és elment. És a Bálint csak annyit tudott kinyögni, hogy furcsa ember maga, mondta, ja, furcsa vagyok, és ott hagyta. Úgyhogy, és aztán elment hozzá még egyszer, akkor már kiválasztott 3 képet, és akkor mondott a Bálint egy 3 képért 20 000 forintot, és akkor mondta az apám, hogy rendben van. Először csak egy képet vett meg 10 000 forintért, és az apám nem alkudott. És mondta, hogy de borzasztó sok, de nem mert alkudni. És ilyen szempontból ez volt a szerencséje, mert aztán, amikor mondta, hogy a másik kettőt is szeretné, akkor Bálint nem szólt semmit, és mondta az apám, hogy innen megy az Anna Margithoz. Mikor odaért az Anna Margithoz, akkor a Anna Margit mondta, hogy Bálint ide telefonált, hogy hívja fel. És a Bálint azt mondta, hogy most ne mondjon semmit, hogy ne derüljön ki az Anna Margitnak, hogy miről beszélnek, csak azt akarja mondani, hogy hát azt mondta a felesége, hogy egy baráttól nem kérhetsz ennyit, ha neki kellenek ezek a képek, akkor oda kell adnod, és engedjél az árból. És mennyit engedett? 5 000 forintot. Úgyhogy ami őrült pénz volt. És ez
Mondom, ez egy idő után fontos lett. Hát a Barcsai Jenő vérig volt sértve, hogy az apám 1983-ig talán el sem ment hozzá. Igen, azt hiszem egyszer sem volt nála. És ezt nagyon sértette. Nem tartotta különösebben nagyművésznek? De, nagyművésznek tartotta, de valahogy más mindig fontosabb volt, és 83-ban, mikor elment hozzá, akkor meg volt sértve, főleg mikor apám azt merte mondani neki, hogy hát Kornis egy zseni. És akkor Jenő bácsi fölugrott, és akkor elkezdett csúnyákat kiabálni, és akkor az apám próbálta mentegetni magát, és mondta, hogy Goethe azt mondta, hogy aki 10%-ot hozzátesz már az emberiség történetéhez, az zseni. Kornis 10%-ot tett hozzá, de a Nyenyő bácsi 50-et. És akkor erre valamennyire lehiggadt, és akkor a Dejnpaliék elhozták hozzánk, és a Nyenyő bácsi végigkapogott a botjával a lakáson, nézte a képeket, és akkor már megbékültek, akkor olyan képeket is adott az apámnak, amit még a Szentendrei Múzeumának se, és akkor 130 000 forintot kért 5 képért talán, ha jól emlékszem. Na de ezeket a pénzeket hogy tudta kifizetni? Hát nem nagyon emelték fel a tanári fizetését. Iszonyú sok matek óra, iszonyú sok magánórával, úgyhogy mi az öcsémmel szoktuk mondani, hogy az egyértelmű, hogy matekból, meg fizikából nekünk nem buktunk meg, de nem brilliroztunk. Bementünk a szobába, a hosszú asztalnál apám A négyzet mínusz B négyzet. Kitántorogtunk a konyhába, a konyhám anyám, mert ő meg fizika matek szakos tanár volt, A négyzet mínusz B négyzet. Úgyhogy utána már innentől már a humán pálya adva volt, mert ezt nem lehetett elviselni. Úgyhogy az apám este 8-9-ig tanított otthon, az anyám is. Borzasztó, mint dolgoztak, hogy ezek a pénzek meglegyenek. És aztán egy kicsit a Barcsai történetet befejezve, mikor végigjárt a Barcsai a lakást, akkor csak annyit mondott, hogy 30 000 el van engedve. És akkor az apám nem is érezte, hogy miről beszél, és akkor azt mondta, tehát 30 000 sztornó. Tehát látta, hogy milyen környezetben vannak a képek, és akkor odaadta ezeket a képeket 100-ért. De 70-es években volt olyan időszak, mikor az apámnak 1 000 000 forint adóssága volt, az még ma is szép pénz, nem, hogy akkor. És mindig úgy volt, hogy nincs mese, itt már elborítják tényleg a hullámok, de mindig jött valami megoldás. És ennyit ugye az Antal Péter könyvben leírt Handlé jellegről, ami az apámat ugye Antal Péter szerint jellemezte, nem erről volt szó. Az nem egy kirakodó vásár volt, hogy mit szeretnél, ahogy ott le van írva, egy kis Veszelszky, vagy egy kis Román György, vagy kell egy kis Kornis, mert gyakorlatilag abból a fejezetből ez derül ki. Szó se volt róla. A 70-es években az apám, nyilván ha beleszeretett egy művészbe, elhozott jó pár képet. De egyrészt alakul a gyűjtemény, fölteszi, stb. Látja, hogy bizonyos képek bár nagyon jók, vagy nem illenek a gyűjteménybe, vagy pedig képtelenség megtartani. És akkor bizonyos képeket valóban eladott, de nem úgy, és hozzá kell tenni, hogy abból sem mi kaptunk farmergatyát, hanem az ment ezekre a tartozásokra. Hát sose felejtem el, egy tartozás miatt kellett eladni a Kassáknak a vörös-fekete krétakörét, ami a Kisceli Múzeumban kerül, az apám mindig igyekezett vagy egy gyűjtőnek eladni, vagy főleg a Kisceli Múzeumnak, mert a Földes Emília értette, hogy az apám milyen művészeket ajánlott, akkor még ezek a képek nem kellettek senkinek. És a Kisceli Múzeum és a Történeti Múzeum minden katalógusán, főleg ami külföldre megy, ez van a címlapján. Mi akkor az öcsémmel azt mondtuk, hogy na, az apámat gondnokság alá kell helyeztetni, mert elherdálja az örökségünket. Szóval szívünk szakadt meg egy-egy ilyen eladásnál. De nem tudtak mit csinálni. Hát nem volt mit tenni.
Hát egyrészt jöttek az újabb, meg újabb képek, és akkor körbe kellett nézni, és valamelyiket, amelyik a legkevésbé fájt, azt fel kellett ajánlani. Tehát nem arról volt szó, hogy akkor jött egy gyűjtő, mondjuk Antal Péter, és akkor mit szeretnék, kis gazdám? És akkor válogatott, mint tyúk a kendermagban, hogy nem, ezt inkább elviszem. Ez nem létezett. Ott volt, hogy ebből a háromból esetleg lehet választani, és kész. De az volt az érdekes, amit az Antal Péter interjúban lehet olvasni, hogy azért kortársakat is adott el. Hát ott volt a Román György féle hagyaték, amiből azért szintén adott el, vagy Veszeszki közül is adott el. De ugyanemiatt. Hát a Román Györgybe annyira beleszeretett, nem is akart már Román Györgyöt venni. A Vörösvári Ákos mondta, hogy van egy borzasztó jó festő, meg kell nézni. És az apám mondta, Isten őriz, még egy púpa hátamra, meg adóssága nyakamba, nem bírom. És aztán elment, megnézte a képeket, és beleszeretett. És akkor egyrészt a Román Kati, a Román Györgynek a lánya, egyrészt kutyának nem kellettek, főleg a korai képek, de a későbbiek se. És némelyik borzasztó állapotban volt. Volt olyan kép, amit az apám majdnem szó szerint így zacskóba hozott el, mert ugye ezekre a kartonpapírokra, papundeklire magyarul arra festette, és már töredeztek szét, öregedett el a papír, ezt az apám hozta rendbe, mint ahogy a Bálintnak az Itt már jártam valaha egy című képét is, amit tényleg soha nem akart eladni a Bálint, azért kapta meg ingyér, mert a Bálint egy ilyen festett ajtódeszkára, ilyen lehasított ajtódeszkára festette Párizsba, és nem alapozta semmit se csinált, csak pingálta, és amikor jött le a festék, ugye pattogzott le a fehér zománc festék, dobta le a képet is. És a Málint baromira megijedt, hogy tönkre megy a legjobb képe, lemásolta a képet. És kérdezte az apámtól, hogy ez milyen. Hát mondta az apám, nem az igazi. És ezt a Málint is látta, és azt mondta az apámnak, ha megmented ezt a képet, akkor ingyér a tied. És akkoriban az még egyáltalán nem volt szokásos, injekciós, talált egy restaurátort, injekciós tűvel lökötte alá a ragasztót, és úgy préselgette le a képet, és nagyon érdekes, ez vicces, hogy amit a Bálint Párizsban festett, tehát az első változatot, az ugye itt van Magyarországon, amit meg Magyarországon festett, az meg a Pilinszky egyik nőismerőséhez került Párizsba. Tehát helyet cseréltek a képet. De mitől olyan korszakos ez a kép? Ez az Itt jártam valaha. Egyrészt abban, hogy hát a kiállításon is lehetett látni, hogy milyen ezek a katalán középkori 1200-as évekből származó festett fagerendák voltak a minták, tehát ahogy a Bálint fogalmazott, benne van a középkori mestereknek a hite, az alázata, és ő valami hasonlót akart, azért kezdte el a szemétdombokon keresni ezeket a letört deszkákat, meg ilyen-olyan fadarabokat, és részint amiatt is, hogy egyrészt, amiről meséltem, hogy megtalálta a saját stílusát, másrészt pedig benne van az élete. Tehát a Bálint képeknél az az érdekes, hogy a Bálint képeket, ha ránéz az ember, de ez van a Kornisnál is, meg Országlinél is, meg a Román Györgynél is, de ezeknél a művészeknél van egy elsődleges réteg, mondjuk így, amit baromira lehet szeretni, tehát, és lehet csodálni. De van egy mögöttes tartalom, amit meg lehet fejteni, és hogyha valaki ezt megfejti, akkor meg föltárul tényleg egy csoda. És ebben a képben benne van a Bálintnak a halálfélelme, a szorongása, az élek a haláltól, a félek a haláltól helyett, tehát hogy gyakorlatilag a halálfélelem tartotta életben. Annyira félt meghalni, hogy inkább életben maradt, mert állandóan meg akart halni, hogy most köhög. Úgyhogy, tehát ez mind benne van, és ettől ez a, és ez az egész. Szóval az a szfumátós látság fantasztikus.